Tehát nem számítottam rá egyáltalán. És nagyon nagy pofon volt, hát hazamentem és sírtam, nem akartam elmenni Nápolyból, annyira szerettem azt a várost, meg azt az egész közeget ott. És, hazamentél és sírtál a... Nápolyban, a lakásban, ahogy megtudtam, hogy elbocsájtanak, ilyen szép szóval. Hazamentem és lefeküdtem és sírtam. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros Bajnokok Ligája győztes vízilabdázó. A legendás kemény legények egyik emblematikus játékosa, a 2000-es években rockstároknak kiáró rajongás vette körül. Ő az egyetlen pólós a világon, aki felnőtt és utánpótlás, válogatott és klubszinten is minden létező címet megnyert. 2010-ben a FINA, vagyis a Nemzetközi Úszószövetség az évtized legjobb játékosának választotta. Átnyújtok egy papírt Kásás Tamásnak. Köszönöm. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, valamennyi az ő életének meghatározó mondataira, történéseire, sztoriaira, szereplőire utalnak. Az én hitem és reményem szerint talányos fogalmakról beszélgetünk, tehát ő maga se biztos, hogy tudja, hogy pontosan mely kifejezés, mely történés a személyre vagy idézetre utal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Kásás Tamás mely kifejezések közül választhat. Partra szállás, világgá kiáltom, beszorulva, patika mérlegen, egyik nehezebb, mint a másik. Ki hitte volna? Remegő lábak, pokolból mennyország, fordulópont, csak az igazat. A profi, az profi. Legalább tudom, ennyi is elég, most mutasd meg. Kellett ez nekem? Direkt emlékeztető. Kötelmek. Szerencse fia. Mindig elmondom, de most különösen igaz, hogy megtévesztőek. Tehát ami egyértelműnek tűnik, közel nem biztos, hogy arra a történésre vagy mondatra utal. Sok minden múlik azért ezen a választáson. Nem, hidd el. Azért tudom én úgy tekerni a beszélgetést. Azt gondolom. Szerencse fia. Szerencse fia. Az egy autóbalesetre utal, mert neked volt egy elég súlyos autóbaleseted, én ezt meglepve olvastam, ez a könyvedben szerepel, és az jutott eszembe, hogy te mire jutottál, hogy mire jut az ember egy ilyen sorsfordító történés után. Ha nagyon drámai akarok lenni, úgy is kérdezhetném, hogy miért maradtam életbe? Szerencsém volt, jó a reakcióidőm, vigyáznak rám. Gondolkodtál ezen? Hát ebben a sorrendben körülbelül. Mindenképpen volt egy olyan része, hogy vigyáznak rám, de erre inkább évekkel később jöttem csak rá. Tehát abban a pillanatban, amikor megtörtént, ez ennek már most már 23 éve egyébként. Én szerintem ez a Sydney olimpia előtt volt. Elmondott három mondatban, mi történt pontosan? Én Nápolyban játszottam akkor, és talán pont szeptemberben kezdődött a felkészülés a Nápolyjal, és én mentem vissza kocsival Nápolyban, ami egy 13-14 órás út, és megérkeztem a nápolyi körgyűrűre, kicsit kezdtem ellazulni végre, itt vagyok, és valamiért lenéztem az anyósülésre, és ahogy vissza, előre néztem, előttem volt egy autó, ami körülbelül, nem tudom, 100-zal mehetett, én meg sajnos, hát be kell vallom, olyan 160-170 között mentem, annak akkor egy sportkocsim volt, és hát 20 évesen az ember úgy érzi, hogy minden szabad, legalábbis úgy érzi, hogy övé a világ, és elég volt egy picit kiengednem, és majdnem nagyon nagy baj lett. Óriásit fékeztem, félrelántottam a kormányt, balra, jobbra, nekimentem egy betonfalnak. Ami utána történt, azt igazából arra én nem emlékszem, azt egy férfi mesélte el nekem, aki, amikor leállt az autóm, ez is egy csodával határos módon, négy kerékre estem, mint a macskák. Semmi bajom nem lett, itt volt a kis ujjamon egy pici kis karcolás. Megálltam, kiszálltam az autóból, és mögöttem megállt egy másik autós, és rohant felém, azt kiabált olaszul, hogy jól vagy, te élsz? És mondom, igen, jól vagyok. És azt mondja, hogy akkorát repültem a levegőbe, fordultam is egyet,
Mondom, nem, mondom, teljesen jól vagyok, mondom, itt van egy pici, azért egy kis karszolásos zavar. Úgyhogy utána egy hétig azért eléggé remegősen feküdtem le, és aludtam, nem tudtam jól aludni, de viszonylag hamar feldolgoztam. Én Ápoly egy ilyen iszonyatosan jó pezsgő hely, szenvedélyes emberekkel imádtam ott élni, úgyhogy elég hamar el tudtam felejteni ezt a kis eseményt. De az egy ilyen vadóc korszakodban történt? Tehát amikor úgy elengedted a lovakat? Hát nálam a vadóc is se igazán vadóc, tehát azért én, is, hát én mindig is egy visszafogottabb típusú ember voltam, sokkal jobban szerettem mindig a csendet, mint a felhajtást, a zajt. Azokkal mi a baj? Zavar. Tehát én nagyon jól el vagyok egyedül például otthon, akár olvasgatom a kis dolgaimat, amik engem érdekelnek. Nem feltétlenül szeretek sok ember között lenni, nem szeretem a tömeget. Valahogy sokkal békésebben érzem magam egymagamban, vagy olyanok társaságában, akiket már jól ismerek. Ha olyan társaságba kerülsz, ahol például még nem mozogsz könnyen, vagy komfortosan, zavarva is vagy, tehát az vagy, aki hátra lép, és... Abszolút az vagyok. Bár ez változott azért az évek múlásával. Fiatalon nagyon ilyen voltam, tehát fiatalon nagyon, nagyon félénk voltam, és kifejezetten rosszul éreztem magam, hogyha bekerültem egy új társaságba. Hirtelen nem tudtam, hogy mit csináljak, mit mondjak, mennyit mutathatok meg magamból. Eleve nem szerettem sokat megmutatni magamból, úgyhogy hogy ez egy ilyen alapállásban is eléggé zárkózott vagyok. Hány embernek mutattad meg, vagy mutatod meg? Tehát akinek úgy igazán ki tudtad tenni a saját magad valóját? Hát amíg játszottam, addig azért az aktuális csapatom az mindig egy ilyen békeszigete volt, meg ugye azért mi jól ismertük egymást, és ott abszolút önmagam tudtam mindig lenni. Tehát velük tényleg laza voltam, jó fej voltam, tudtam hülyéskedni, de elég volt, hogyha mondjuk arra a kis békeszigetére valahogy bejött egy új ember, akkor az lebénított. Tehát elég volt egy ember, mondjuk 13 embert ismertem, de ott volt egy, akit nem ismertem, akkor az engem lebénított, mert akkor úgy éreztem, hogy most annak az embernek, nem tudom, hogy ez egy megfelelési kényszer volt, akkor meg kell felelnem, mert hogy én vagyok a Kásás Tamás, és akkor biztos, hogy olyan szemmel néz rám, hogy nekem így és így kell viselkednem. Tehát voltak ilyen borzasztóan hülye dolgaim, amit azért kilőttem nagy részt. A sikerek és a magabiztosság hozza azt, hogy az ember ilyentől aztán el tud köszönni? Tehát kilúgozódik a szervezetből, vagy a fejéből? Nem hiszem, hogy a sikerek szerintem engem nem változtattak meg egyáltalán, emberileg abszolút nem változtattak meg, sőt inkább, hát olyan téren inkább visszafogottabb lettem. Tehát hogy érted? Hát úgy értem, hogy nem, úgy gondolom, hogy a sikert sokkal nehezebb megemészteni, mondjuk egy kudarcot. Tehát én például egy kudarc után sokkal, hülyén hangzik, kudarc után sokkal jobban szerettem nyilatkozni, mert akkor ott volt mit megmagyarázni. Egy sikertnél nincs mit megmagyarázni, ott megnyertük a meccset, jók voltunk. Most az ember mit tud beszélni arról, hogy megnyert egy fontos meccset, egy olimpiát, nyilván azt, hogy hát beteljesült az álmom. De úgy van akkor, amikor ugye esetleg egy fájó vereség ér minket, akkor a mögött van valami, akkor le lehet menni a felszín alá, hogy ez miért történt, akkor ott lehet tanulni belőle. De te az a típus voltál, aki cipelted mindezeket? Mármint, hogyha rosszul játszottál, múlt rajtad valami? Azt nagyon sokáig. Igen. Nagyon sokáig valószínűleg tisztában voltam a képességeimmel, tisztában voltam azzal, hogyha a legjobb önmagamat adom, akkor az valószínűleg a csapatnak is nagyon jó, és akkor sokkal nagyobb százalékkal tudunk megnyerni egy meccset. És hogyha alul teljesítettem, akkor az a csalódás volt. Ez napokig kísért, vagy hetekig, és fölriad az ember, és eszébe jut? Ez a következő jó meccsig. Uh-huh. Tehát kellett egy következő jó meccs, ahol jól játszom, amikor megnyugszom, és azt mondom, hogy jó, akkor most bebizonyítottam, hogy azért nem az vagyok, aki az előző meccsen játszott. Mert hogy az is megfordul az ember fejébe, hogy dacára annak, hogy a világ egyik, hanem a legjobb játékosának tartják. A legutolsó mérkőzés képes meghatározni a saját önképét a teljesítmény szempontjából? Tehát azt hiszi magáról, hogy hát lehet, hogy egy kutyaütő vagyok? Hát az, hogy kutyaütő vagyok, azt nem, de az a napi teljesítmény, az meghatározza a következő egy-két hetet, vagy mondom, amíg a következő meccs nem jön. Azt nem gondoltam soha magamról, hogy ezt az életben nem fogom tudni kijavítani,
mert azért bíztam a képességeimben, de pont az, hogy alul teljesít valaki, akiben nagyon sok van, úgy éreztem, hogy nagyon sok van bennem, az nem tudom, az engem képes voltam, nem tudom, egy csomó éjszakán keresztül nem aludni, vagy rágódtam belül, és ez nem volt jó. Ezt meg is osztottad hozzád közel állókkal, vagy az a típus, hogy aki belül rágódik? Hát is, nagyon sokat rágódom belül, és nem nagyon, soha nem tudtam úgy igazán megosztani. Volt neked, hogy van bizalmasod? Olyan, akit éjfélkor is fölhívhatsz, és időnként föl is hívsz, hogyha baj van, vagy mondani valód van? Jó kérdés. Bizonyos dolgokat elmondok nyilván, például most a barátnőmmel nagyon sok mindent megosztok és megtok osztani. A szüleimmel is, de nem mindent. Tehát például ezt a balesetet ők évekkel később tudták meg. Ezt a balesetet évekkel később tudták meg, mert nem akartam, hogy idegeskedjenek, vagy hogy nem tudom. Ők is belegondoljanak abba a lehetőségbe, hogy esetleg ennek rosszabb kimenetelés lehetett volna. Úgyhogy nagyon nehezen nyílok meg, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy ez mind csak rám tartozik, és majd én megoldom valahogy. Hogy egyedül kell megoldanod. Hogy egyedül kell megoldanom. Igen. De amikor például elmentél pszichológushoz, egyszer elmentél, már hogy a csapaton belül is mondták, hogy most már jó lenne, hogyha minden játékos meglátogatná. Azt hittem, hogy jó lenne, hogyha Tamás elmenni. Én nem így tudom. Biztos volt tudom, ilyen is. Hogy azt mondták, hogy most már te is látogass meg, és legalább egyszer beszélj a pszichológusával. Neked az egy nagy megerősítés volt. Emlékeim szerint erről te nyilatkoztál. Amikor az ember ilyen nehezen mond ki dolgokat, vagy nehezen talál magának egy olyan csatornát, ahol ezt elmondhatná, akkor az nem feszíti belül? De. De nagyon feszít, és ilyenkor ebben segített nagyon sokat a vízilabda és a napi edzések, az, hogy ezt a feszültséget, ezt mindig le tudtam vezetni, tehát ezt minden nap, napi kétszer le tudtam vezetni, és hogy mindig volt egy újabb bizonyítási lehetőség, amikor megmutathattam, hogy az vagyok, aki. Tehát nem kellett azért éveket soha várni mondjuk egy csalódás után, egy rosszabb meccs után, hanem azért mindig ott volt egy következő cél, ahol tündökölni tudtam, vagy legalábbis be tudtam bizonyítani, hogy jó vagyok. Nem is a külvilágnak, hanem úgy magamnak, hogy igenis te vagy a kása, aki tud jól játszani, hogyha akar. Válasszunk kérlek egy másik kifejezés. Magyarország remegő lába. A profi az profi? Hát az egy nagyon jó és egy izgalmas téma. Azt mondtad, hogy például, ha volt magánéleti zűröd, vagy például egy lány miatt, ez nagyon meg tudta határozni a te aktuális teljesítményedet. Szó szerint azt írod, hogy ha láttál például a nézőtéren, nyilván ebben az érjükként jó rész tréfa volt, amit említettél, de akkor megtáltosodtál, tehát akkor a csaj előtte nagyon jól játszottál. De ha volt egy magánéleti zűröd, akkor nagyon rosszul. És az jutott eszembe, hogy egy profi, és azért adtam ezt a kifejezést, hogy a profi az profi, hogy nem úgy van, hogy ezt ki tudja az ember zárni mindig és mindenkor? De. Nem mindig sikerül. Senki nem mondta, hogy profi voltam teljes mértékben. Ez volt szerintem egyébként az egyik gyengeségem, a gyenge oldalam, hogy nem mindig tudtam kizárni a külső tényezőket, lelki tényezőket. Sikerült sokszor, tehát nem azt mondom, hogy mindig kudarcot vallottam ilyen szituációkban, de nagyon sokszor abszolút látszott a játékomon, hogy valami baj van velem. Látszott, az azt jelenti, hogy nem csak a csapattársak, hanem én is észrevehettem, aki a tévé előtt ültem, és úgy láttalak játszani? Tehát a külső szem is észrevette? Ez is jó kérdés, mert ez inkább a hétköznapokban az edzéseken nyilvánult meg. Az, hogy valami nem stimmel, valami nincs rendben a kásával, tudom, nincs jó kedve, nem tudom, föl kéne pofozni, mert valaminek történnie kell. De azért az, ha már a profinál tartunk, annyira talán mindig voltam profi, hogy a meccsre azért annyira összetudtam magamat szedni, hogy akkor tényleg csak arra fókuszáltam. De ahogy vége volt, visszatért az a létállapot, ami ilyen zavaros kicsit? Hát ahogy vége volt, mondjuk jött egy SMS, és akkor
Ezt nem hiszem el. És akkor megint nem tudom, megint a, vagy a fiúkra támaszkodhattam, vagy örlöttem magamban, és vártam a következő meccset. Ilyet például megosztottál a fiúkkal? Mondtad, hogy azért kevés bizalmasod volt. De ha volt szívzűröd, akkor azt elmondtad egyik-másik játékosnak? Hát nagyjából ez... Egyébként én nagyon komolyabb hasonló eset, ez mondjuk Sydney előtt volt. Később azért nem volt olyan, nem tudom, azért nem voltak nekem minden évben ilyen szívfájdalmaim, azért tök jó éveim is voltak, hanem volt tényleg egy olyan periódus, amikor nem igazán voltam jól lelkileg, és akkor a fiúk tudtak róla, mert azért ott nem maradhatott semmi úgymond titok. Azért egymás között nagyon sok mindenről tudtunk beszélni. És ők rendesek voltak, próbáltak segíteni vízben is, meccsen is, próbáltak kiszolgálni, hogy esetleg egy szép gól, vagy nem tudom, gólok esetleg átlendítenek a holdponton, úgyhogy rájuk azért mindig számíthattam. Ha már ezt a Sydney-t említed, nem kell konkrétumokba belemenni, ott te nagyon szerelmes voltál, és azon gondolkodtam, és az egy ilyen bonyolult viszony volt, a könyvből legalábbis M. Kis Csaba által írt könyvből ez derül ki, hogy te azt mondtad, és ezen elgondolkodtam, hogy ott akkor nagyon, legalábbis az olimpiáig neked nem ment, többek közt emiatt, árnyéka voltál magadnak, és azon gondolkodtam, hogy milyen az élet. Ott vagy életed egyik, hanem legnagyobb lehetőség előtt, mert hogy az volt az első olimpiai aranyérmetek. Beüt egy ilyen furcsa szerelmi viszony. Ez hogy lehet feloldani, hogy miért akkor jön, miért nem egy évvel később? Ezen gondolkodtál? Hogy azon elmehetett volna sok minden, ha te ott nem kapod össze magad. Nem gondolkodtam egyébként rajta, és hát ha veszük ezt, és plusz még a balesetet is, akkor ott a Sydney olimpiát volt pár történés, ami esetleg... Nagyon más felé vihetett nagyon volna. Más felé vihette volna, hát akár a csapatnak is az igen. Útját. Nem, ezen nem gondolkodtam. Nem gondolkodtam, megmondom őszintén. De az nagy próbatétel volt. Nagy próbatétel volt, de ugyanakkor ezért is vagyunk csapat, és ezért volt ez egy nagyon jó csapat, mert azért nem én egy személyben vittem a hátamon őket, hanem ez abszolút egy igazi csapatjáték volt, és rengeteg világklasszissal, és rengeteg jó játékossal, úgyhogy még ez is belefért, hogy én nem voltam lelkileg 100%-os, ez azt hiszem, hogy a csapatnak az erejét mutatja. És azt mondtad, hogy Dénes, amit kemény Dénes, remek pszichológusnak bizonyult. Külön leült veled, és beszélgettetek. Megint csak nem kell a konkrét történetet elmesélni, de mit tud mondani egy edző? Hogy tud rád ilyen értelemben hatni, ami nem az ő munkaköre feltétlen, hisz az, hogy az egyik játékosa épp most nem a legjobb lelki állapotban van, ezt ő hogy tudja feloldani kapitánként? Hát nem igazán tudta. Tehát, nem igazán tudta. Ez is egy olyan dolog volt, amit magamba kellett valahogy elintéznem. Ő is, ugye ez is benne van valamelyik könyvben, hogy szólt apámnak, hogy nem tudom, pofozd meg őt, mert én nem pofozhatom meg. Tehát, hogy ébredjen föl, és jöjjön rá, hogy egy olimpia van, amit négy évenként rendeznek. Tehát ha ezt most elrontjuk, akkor négy évet kell várnunk arra, hogy megint nyerhessünk. De mondom, volt bennem azért annyi profizmus, vagy nyilván imádtam a játékot, és azért az is bennem volt, hogy akkor még nem volt olimpia aranyérmünk. Tehát ez volt ugye a minden sportolónak az álma, hogy olimpia aranyat nyerjen. Ezért nyilván én sem akartam teljesen enervált lenni az egész torna alatt, és csak az én saját lelki dolgaimmal foglalkozni. Nyilván volt bennem valami plusz energia, ami azért visszahozott a földre, és saját magamnak kiosztottam pár pofont, és rájöttem arra, hogy valóban ez a Sydney, ez most nem csak az én álmom, hanem annak a másik 12 játékosnak, edzőknek az álma is, úgyhogy nem lettem annyira önző, hogy most akkor az én hülyeségeim miatt, vagy lelki problémáim miatt ne nyerjünk. És ez valószínűleg előhozott belőlem egy olyan plusz energiát, amivel aztán meg hát nyilván a csapat erősségével meg tudtuk nyerni az olimpiát. Egy idő után rájöttem arra, hogy bele kell tenni azt a melót, ami ahhoz kell, hogy nyerjünk. Ez nem mindig volt ilyen egyértelmű számodra? Ez abszolút nem. Tehát én nyilván mindig éreztem azt, hogy különös képességeim vannak, olyan szempontból, hogy minden olyan könnyen ment a vízben. Ezt gyerekkorom óta
éreztem magamon, mindig láttam az épp aktuális csapattársaimmal, hogy vannak dolgok, amiket ők nem tudnak megcsinálni, amiket én meg tudok csinálni. Vagy meg tudnak csinálni, csak sokkal nehezebben, sokkal tovább gyakorolják nekem, meg valahogy egyből megy. És ehhez társult egy ilyen nagyon komoly trehányság, lazaság. Nem szerettem feltétlenül a legelején sokat edzeni, hosszú órákat, nagyon, nagyon sokat úszni. Úgy gondoltam, hogy nekem fele annyi úszással is képes vagyok jó teljesítmény nyújtani. Meg tudod, mikor koppinthatott az élet az orrodra? Amikor többek közt ezen szerelmi bánat miatt, vagy nem tudom, hogy emiatt, de amikor nem voltál feltétlen csúcsformában, elküldött a klubod. Azért az egy, ezen gondolkodtam, az melbevágó lehetett, amikor közlik veled, hogy nagyon nagy király vagy, de most azt jelezzük, hogy neked ez nem megy. Igen, ez meséljek erről a tapasztalatról? Igen, ez Nápolyba volt, ugye én 6 évet játszottam Nápolyba, és én annyira jól éreztem ott magam, hogy én úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok onnan eljönni. Tehát, hogy én ott fogok megöregedni Nápolyba, annyira szerettem a közeget, mindent, a várost. És utolsó évben nem játszottam jól, nagyon sok lelki bajom volt. Ebből fakadóan sokszor voltam beteg, tehát fizikálisan is beteg, vagy amikor azt hittem, hogy beteg vagyok, pedig igazából csak a fejemmel volt a probléma. Abban az évben kezdődtek el, volt nagyon sok ilyen extra szisztolém, tehát ilyen szívritmus zavarok. De ez mind a lelki történések turbulenciájaként? Tehát, igen, most nem akarok mindent ennek a kapcsolatnak nem akarok mindent erre a kapcsolatra fogni, mert volt azért nyilván más is, de valahogy abban az évben minden összejött, és nagyon sokat voltam sérült is. És mint utólag megtudtam, ezt utólag tudtam meg, akkor erről nem volt tudomásom, hogy a Nápolyban az idősebb olasz játékosok finoman szóltak az edzőnek, hogy lehet, hogy Tamásnak váltani kéne, mert nem igazán önmaga, és lehet, hogy neki egy ilyen csapatváltás, vagy környezetváltás biztos, hogy neki is jót tenne. Emögött egy nápolyi barátom, aki egyébként a csapathoz közel állt, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag féltékenyek voltak ezek az olasz sztárok, úgymond, hogy többet kerestem, mint ők, és ehhez képest meg nem teljesítettem abba az évben úgy, ahogy kellett volna. Na most eltelt 3 hét, és már hívtak vissza ugyanabba a csapatba, mert egy másik edző lett, másik elnök, de akkor már nem lett volna ugyanaz a visszatérés, úgyhogy akkor már úgy döntöttem, hogy hazajövök egy évre, akkor jöttem haza a Vasasba. De bármilyen szempontból igazat adsz ezeknek az olasz csapattársaknak? Tehát az ő szempontjából igazuk volt. Egyébként így kellett lennie. Nyilván az, hogy most ez korrekt volt, hogy nem volt korrekt, hogy a hátam mögött csinálták mindezt, az egy kérdés, de abszolút teljesen igazuk volt, tehát nem játszottam jól, magamhoz képest semmiképpen sem. De te úgy gondoltad, hogy ezt majd elnézik Kásának? Tehát ez belefér, ez az egy gyenge. Én úgy gondoltam, hogy elnézik. Uh-huh. Én úgy gondoltam, hogy ettől még nyerhetünk, hát azért nem belőlem áll a csapat. Nem kizárólag belőlem áll a csapat, és úgy gondoltam, tehát nem számítottam rá egyáltalán, és nagyon nagy pofon volt, tehát hazamentem és sírtam, nem akartam elmenni Nápolyból, annyira szerettem azt a várost, meg azt az egész közeget ott, és... Hazamentél és sírtál a... Nápolyban, a lakásban, ahogy megtudtam, hogy elbocsájtanak, ilyen szép szóval, hazamentem, és lefeküdtem és sírtam. Annyira szerettem a várost. Annyira szerettem ott élni. Tehát minden adott volt egy fiatal számára, főleg ez egy fantasztikus, fantasztikus hely. Mert azért ilyenkor az ember át is értékeli a saját pozícióját, helyzetét és kilátásait. Tehát ez azért visszahozza a földre, meg a szenvergésből egy kicsit úgy a 700-át neki. Hát itt nagyon sok forog kockán, nem? Úgy képzelem el, hogy ilyenkor az ember azért úgy megpróbál tisztában látni. Igen, de ugyanakkor még fiatal voltam, még 27 és 28 között lehettem, tehát nem gondoltam úgy, hogy akkor vége a pályafutásomnak, és szerencsémre pont jött egy lehetőség, és pont akkor hívták apukámat is a Vasashoz, engem is, a Steinmetz Barna, a legjobb barátom is jött velem Nápolyból, és időm sem volt gondolkodni, vagy elmélázni azon, hogy most akkor mi lesz ezzel a nápolyi
történettel, és egyből belevágtam egy új kihívásba. No, válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Hát ilyenkor nem tudom az ember mi alapján választ egyébként. Intuíció. Mi a szimpatikusabb? Most mutasd meg. A most mutasd meg az az athéni döntő egyik legfontosabb pillanata. Nevezetesen, ha esetleg valaki nem tudná, minden idők egyik, hanem a legszorosabb, emlékezetesebb és drámaibb döntőjét vívta a magyar és a szerb montenegrói válogatott. A szerbek elhúztak 3 góllal, szerintem az ország jelentős része már kezdte temetni ezt a meccset. Aztán 2-vel vezettek az utolsó negyed előtt, és 3-39-el a vége előtt, ami vízilabdában azért nem számít olyan nagyon soknak. 1 gólos hátránynál kaptunk egy büntetőt. Te voltál korábban kinevezve a büntetők elvégzésére, az elsőt Kis Gergő értékesítette, te nem játszottál olyan jól abban a döntőben eladdig, egy ordító helyzetbe belelőtted a kapusba a labdát, és emlékeim szerint az ötös előtt kicsúszott a kezedből a labda, amit Fodor Rajmund mentett meg. Ezek után álltál oda, szerintem életed legfontosabb büntetőjét elvégezni. És sok olyan történetet tudunk, én például Terryre nagyon emlékszem, a Chelsea legendájára, aki egy sorsfordító 11-esnél belerúgott a földbe. Gondolom 100-ból 99-szer remekül végzél, akkor nem. Roberto Baggio a 94-es VB döntőt kirúgta, vagy 11-es kirúgta a stadionból, és azt mondta, hogy lehet, hogy ezredbe rúgtam, de VB döntőn nagyon más 11-est elvégezni. Benned mi folyt le? Tehát mi pörgött le, amikor fogtad a labdát, ott áll veled szemben a világ egyik legjobb kapusa, és ha ez kimarad, akkor lehet, hogy elmegy ez az egész döntő. Sőt, valószínű, hogy akkor mi azt elvesztjük. Hát egyébként erről az jut először eszembe, hogy én nem sokat posztolok Facebookon, de viszont szeretek írni, és mondjuk régen sokkal többet írtam, sokkal többet kéne most is írnom, de pont ezt a szituációt, amit most elmeséltél, ezt én leírtam saját szavaimmal, és egy nagyon nagy sikere volt. Na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles, hogy akit érdekel, az meg tudja majd nézni, vagy el tudja olvasni. Igen, tehát ez az volt a szerencsém, hogy lőttem a 4 méteres előtt már egy gólt, amit említettél, hogy kicsúszott a kezemből, Rajmi megmentette, visszaadta nekem, és belőttem azt az emberelőnyt. Tehát egy picit ez feloldott. Ugyanakkor jött ez a 4 méteres, ami sorsdöntő volt, és ugye 4 méteres lőni ilyen teherrel úgy, hogy gyakorlatilag csak hülye lehetsz. Tehát ott a kapusnak nincs vesztenivalója, a kapus csak hős lehet egy ilyen szituációban, a játékos pedig csak elronthatja. És hát belül remegtem, amikor oda kellett állnom, mert tudtam, hogy ha ezt kihagyom, akkor azt az életben nem fogom tudni megemészteni. Azt, hogy egyrészt a csapattársaim, hogy miattam nem lesznek olimpiai bajnokok, borzasztó lett volna elképzelni is, és azt, ahogy ezt le is írom ebbe a posztba, hogy egy órának tűnt, mire eljutottam a kapuig, és fölvettem a labdát, és kinéztem a bíróra, és vártam, hogy akkor sipoljon, mert legyünk túl ezen. Tehát vagy lőjem be, vagy hagyjam ki, de valami legyen, mert az a rágódás, amit ott belül éreztem, az elképesztő volt. És akkor valahogy, amikor ott volt a labda kezembe, akkor ránéztem, és egy valamit határoztam el, hogy nem lőhetem laposan. Mert általában egy ilyen szituációban, ha valaki be van szarva, akkor laposan lövi, mert az a legtermészetesebb mozdulat, hogy magasan kiemelkedsz, és laposan lelövöd. És csak annyit határoztam el, hogy nekem magasan kell lőnöm, mert az a szégyen nem érhet, hogy laposan kivédi a kapus. Uh-huh. És szerencsém nagyon jó helyre ment az a lövés. Ott volt előttem ez a De Bella szerb kapus, aki tényleg a világ egyik legjobbja volt. És hát azt a 4 méteres utáni gólörömön látszott is, hogy milyen hihetetlen kő esett le akkor a szívemről. És akkor az valahogy adott egy olyan érzést, akkor ott tudtam, hogy megnyerjük. Már ott tudtad? Ott tudtam, hogy ez a szerbekben is egy olyan törést okoz. Ők is kétszer, az elején vezettek 3 góllal, aztán utána még egyszer vezettek 3 góllal,
egyszerűen egy ilyen csapat ellen fölkapaszkodni és nyerni szinte lehetetlen. És láttam rajtuk azt a, valahogy a szemükbe azt a csalódást, vagy ilyen tanástalanságot, hogy most se fogjuk megverni őket. Így lett 7-7. És így lett 7-7, és mondom, utána valahogy ettől olyan annyira felspanolódtunk, hogy nem volt visszaút. Mennyi lehet ilyenkor a pulzus számod, mikor van hátra 4 másodperc, és el kell végezned élete legfontosabb büntetőjét? Nem tudom, nekem mindig azt mondták a fiúk, hogy nekem borzasztóan alacsony, mert mindig ilyen. Csak úgy voltam, és nem, soha nem idegeskedtem. Hát nem tudom, szerintem olyan, ha azt veszük, hogy akkor már a hátam mögött volt mondjuk 3,5 negyednyi olimpiai döntő, ami elég sok energiát kivesz az emberből, akkor ilyen 150-160-os biztos volt. Az igen. Az biztos volt. Utána, amikor belőttem, akkor picit úgy visszaesett 100-ra. Kicsit nyugi volt. De ez az a fajta helyzet, amit úgy hívnak, azt hiszem, az amerikaiak, hogy ez a money time. Tehát amikor az állod. Clutch. Eldöntöttük, hogy a Gergő lövi az elsőt, és hogyha lesz még egy 4 méteres, akkor én jövök. Tehát igazából nem is meg se fordult a fejembe, hogy Geri lőd, már létszemélyen ezt nem. Tehát, hogy ezt nem fogom elvállalni. Tehát ezt nekem muszáj volt, meg hát azért hogy néztem volna este a tükörbe, hogyha nem vállaltam volna egy ilyen büntetőt. Valaha gondoltál-e arra, hogy hogy alakul az életed, ha azt kivédi? Szapics. Nem. Tehát Sefik, ugye a kapus, bocsánat. Sefik volt. Igen. Nem. Tehát nem, ez... nem gondoltam rá, nem. Nem. Nem gondoltam rá. Nyilván egy pillanatig az embernek megfordul a fejébe, meg tudja utána, hogy mennyire sorsdöntő volt ez a büntető, de nem, mindig volt egy következő cél, ami lehetett gondolkodni. Ott tényleg az volt bennünk, hogy bármi áron, úgy pezsegett a víz ember hátrányba, hogy még soha szerintem egy vízilabda meccsen. Ha ez megvolt, és megvolt, akkor Londonban mindezt miért nem lehetett szerinted előállítani? Mert például a könyvedben nagyon nagy terjedelmet biztosítotok annak, hogy azért Londontól, noha éreztétek belül, hogy ez már nem az a csapat, ami volt mondjuk Athén előtt, de hogy még megnyerhetitek. Tehát ez a fajta hit, tűz, erő hiányzott? Abszolút hiányzott, persze. Hiányzott a harapás, hiányzott az éhség. Ami valahol egy törvényszerű dolog, hiszen nem csak, hogy 3 olimpiai arany után utaztunk el Londonba, hanem azért a csapatnak a gerince már 35-36 éves volt, ami úgy kifele ment, és ezzel egy időben nagyon jöttek fel a szerbek, akik egy nagyon, nagyon jó fiatal csapat volt, olaszok, horvátok, akik viszont haraptak. Úgy haraptak, mint a Nomi Sydney-ben. És egyébként én valahol a felkészülés alatt is már éreztem, hogy ez nem ugyanaz. Még akkor is, hogyha szerettünk volna nyerni, de valahol nem éreztem bennünk azt a pluszt, hogy ez meg lehet, és ez úgy gondolom, hogy egy törvényszerű 5. hely volt, ami nem is volt igazán csalódás, mert valahol nagyon benne volt a pakliba. Hát addig, szerintem. Tehát Peking és London között, tehát a 2 olimpia között pusztán 1 érmet sikerült a csapatnak összehozni, azt is Eindhoven pár hónappal korábban egy egészen drámai bronzmeccsen. Az is azt mondom, hogy nagyon szoros volt. Igen. Én azt hiszem, hogy utólag valószínűleg már korábban frissíteni kellett volna. Lehet, hogy pár játékosnak köztük nekem sem kellett volna ott lennem. Én ugye a Peking és londoni időszak között nem voltam válogatott, voltam, mindig a DNS-nek mondtam, hogy én ezt most nem bírom, pihennem kell, idős vagyok, nem tudom, Rekóban, ahol játszottam annó, utolsó éveimben nagyon-nagyon sokat edzettünk, egy munkamániás edző volt, és az rengeteget kivett belőlem, és Peking, vagy London előtt kihagytam 2 évet. És London előtt közvetlenül jelentkeztem a DNS-nél, hogy akkor érzem magamba a motivációt, ugyanakkor valószínűleg ez egy picit ilyen hiúsági kérdés is volt, hogy... Meg lesz a 4. olimpia. Hogy nehogy már a többiek 4-szeresek legyenek, és én meg nem. És ebbe volt egy elég nagy nagy hiúság. Tehát... Ma már nemet mondanál?
Nem tudom, hogy ma nemet mondanék-e. Hát az akkori fejemben nem mondhattam nemet, mert ott szerettem volna lenni. Uh-huh. Szerettem volna 5 olimpián részt venni. Nem akartam, hogy bárki más 5 olimpián részt vegyen, és én meg csak 4-en. Tehát nem akartam, akkor valahogy még jobban dolgozott bennem ez az ego. Ma már nem? Dolog. Ma már nem. Az hogy lehet elnyomni? Hogy lecsendesíteni? Nem tudom, az ember valahogy... egyszerűen ez egy érettségi folyamat szerintem. Az ember egy idő után átértékel egy csomó mindent, a sikereket is, azt, hogy mi a fontos az életben, és manapság már az se igazán zavarna, hogyha azt mondanák, hogy a Kássa, hát soha nem volt a világ egyik legjobb játékosa. Lehet, hogy azért, mert magamban tudom, hogy de igen. Igen. Azért az voltam, meg sokak szerint az voltam, de nem vágyom arra, hogy mindenképpen dicsérjenek. Azért, amíg játszottam, addig nagyon szerettem azt hallani, hogy hú, de jó keze van a Kássának. Hú, meddig ki tud emelkedni, ez fantasztikus. Rosszul is esett, hogyha valaki adott esetben nem mondta, pedig te indokoltak érezted. Igen? Rosszul, persze, rosszul esett. Tehát tök érdekes volt, hogy azért szerettem, hogyha dicsérnek, ugyanakkor nem szerettem a rajongás magam körül. Miért? Mert úgy éreztem, hogy nem tudom, valószínűleg a karakteremből adódóan is, hogy visszahúzódó vagyok, és jobban szeretem a csendet, mint a zajt. És azt nem szerettem, amikor mondjuk egy ilyen meccs után kimentünk az uszoda elé, és nagyon sokan voltak, és akkor úgy ránk zúdult az a hihetetlen népszerűség, és aláírás, és fényképek, hát annól még nem is voltak annyira fényképek. De ilyenkor te egyik lábadról a másikra álltál, és úgy zavarba voltál? Én nagyon. Volt olyan, hogy máshol mentem ki, csak hogy ne kelljen az emberekkel találkozni. Tehát én nem szerettem ezt a fajta rockstárságot. Tehát szerettem jól játszani, szerettem, hogyha otthon a nemzeti sportban dicsérnek, és ki van emelve a nemem, hogy Kássás 3 gól, és hogy jól játszott. Meg. De úgy gondoltam, hogy ez nem én vagyok, ez csak az, amit csinálok. Tehát én vízilabdás vagyok, de ettől még engem ne. Tehát én nem vagyok ettől hős, nem kell engem ünnepelni. De hogyha mindez elmúlt volna, úgy hirtelen, már olyan értelemben, hogy nyertek valamit, és onnantól fogva már nem hozzád, hanem nem tudom, kihez rohangáltak volna szakmányban, akkor az meg lehet, hogy rosszul esett volna. Biztos. Persze. Biztos rosszul esett volna. Nem, hát figyelj, mások vagyunk, nagyon sokan szerették ezt a pesgést, így a csapat körül, és nagyon szerették a népszerűséget. Mindenki máshogy dolgozza fel. Tehát én mondom, én nagyon szerettem, hogyha dicsérnek, csak ne legyen belőle sok, és ne legyen meg az a fizikai kontaktus. Tehát, hogyha távolból dicsérnek, és szavakkal, akkor oké, mert akkor azt én otthon egyedül a kanapén, mosolyogva, tök jól meg tudom emészteni, de hogyha ölelgetnek és jönnek, és azt érzed, hogy egy ilyen imádat vesz körül, az valahogy nekem sok volt, vagy zavaró volt. Egyáltalán nem érdekel már, hogy mit gondolnak rólam arról, hogy milyen ember vagyok, hogy bizonyos dolgokról mit gondolok, nem érdekel ilyen szempontból mások véleménye. Magyarul önazonos vagyok abszolút. Tehát nem viselkedem máshogy, vagy nem mondok más csak azért, mert az a népszerű. De te amúgy is ilyen voltál mindig. Én mindig nagyon őszinte és spontán típusú ember voltam, de ez most, ahogy így idősödöm, egyre jobban így van, és hát mondom, az ember állandóan tanul, és új dolgokat fedez fel, és ez nagyon érdekes út egyébként. Ez a Kássás Tamás, ez jobban érzi magát a bőrében, mint a mondjuk 20 évvel vagy 15 évvel ezelőtti Kássás Tamás? Még ezt sem mondanám, mert akkor ott volt a vízilabda, ami azért gyógyír volt nagyon sok mindenre, és egy rendszert, egy keretet adott az életemnek, és egy családban voltam végül is, akik a csapattársaim voltak, most legyen az válogatott vagy klubszinten, de megvolt az a szociális életem, és az a közegem, ahova szerettem lejárni. Ebből következően nem is annyira találod, vagy találtad a helyed, miután a bajtod a vízilabdát?
sok ilyen sportoló, ahogy legendával beszélgettem, és azért ő kamerán kívül időnként elmondják, hogy voltak olyan időszakok, mikor nem tudták, hogy merre van az előre, lévén, hogy egy rendszer kiiktatódott az életükből. Igen, ez nálam is így volt, és valamilyen szinten most sem találtam meg, olyan szempontból viszont tényleg békére lehetem, hogy nagyon-nagyon érdekel sok minden. Tehát nem az van, hogy abbahagytam a vízilabdát, és akkor hirtelen, úristen, most akkor vízilabdán kívül van más világ. És rájöttem, hogy van. Tehát, hogy rengeteget olvasok, rengeteg podcastot hallgatok, nagyon érdekel egy csomó minden, és ilyen szempontból nem unatkozom. Tehát nem az van, hogy otthon ülök, és akkor nem tudom, hogy éppen mit csináljak, vagy milyen könyvet nyissak ki, hogy töltsem el a napjaimat. De abszolút jött egy hihetetlen ilyen szakadék, amikor abba hagytam, és hirtelen nem tudtam, hogy most akkor. Én nem készültem föl arra, hogy mi lesz utána. Én nem elkezdtem az egyetemet, amikor külföldön játszottam a TFN, de nem érdekelt annyira, hogy én azt folytassam. Úgy éreztem, hogy aki én vagyok, vagy ami engem érdekel, azt nem tanítják egyetemen, és ezért akkor inkább kimaradtam Olaszországba, profiskodtam, inkább megalapoztam a jövőmet egzisztenciálisan, és ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy most tényleg azzal foglalkozhatok, vagy igen, azok a dolgokkal foglalkozhatok, amik valóban érdekelnek az életben. Egyébként egyik ilyen része az írás, amit egyébként én nagyon szeretek, és nagyon nehezen veszem rá magam, hogy akkor leüljek, és akkor az első mondatot leírjam. Hogyha már az első mondat megvan, akkor minden sokkal könnyebb. Aktualitásokról írnál, gondolatokat próbálnál meg papírra vetni, tehát a világról alkotott véleményedet osztanád meg, élményeket tennél újra, vagy idéznél fel? Minden. A lényeg, hogy lelke legyen, meg hogy nagyon emberi legyen. És, de amúgy is nagyon érzékeny ember vagy. Nagyon, ugye? Nagyon, igen. Nagyon. Arra tudsz is mondani egy érzékletes példát? Tehát én egy hiperérzékeny embernek gondolom magam. És mikor én ezt mondom valakinek, akkor sokszor nem értik. Ez nem abból áll, hogy valaki szentimentális és folyamatosan törölgeti a szemét, de hogy a te esetedben ez hol érhető tetten? A te hiperérzékenységed. Nagyon át tudom érezni a másoknak a örömét is egyébként, a szenvedését. Hát egyébként most mondtad a könnyeket, de egy ilyen tehetségkutató versenyen, hogyha énekel egy kisgyerek, aki mondjuk egy ilyen szegény közegből érkezett, és nem tudom, beteg az anyukája, hát akkor ott bőgök a YouTube előtt, vagy a gép előtt. Tehát, hogy ilyen szempontból igen. Tehát én is egy nagyon könnyen tudok, hát olyan könnyen tudok sírni is például. Uh-huh. Gyakran elő is fordul ezek szerint. Most mi a gyakran? Nem sírok nap, mint nap. De mondom, hogy bármilyen érzelmes pillanatot, ha látok, akár egy film közben, vagy még olyan is volt, hogy egy könyv olvasása közben, akkor igen, akkor az nagyon meg tud hatni. De úgy, hogy mindezt a barátnőt például végignézi, vagy arra azért figyelsz, hogy... Ismer, ő tudja, valószínűleg ezt is szereti bennem, hogy képes vagyok megmutatni az érzéseimet, tehát nem szégyellem azt, hogyha esetleg valami meghatódom, vagy esetleg könnyeket is ejtek. Úgyhogy... Azért ez régen nem így volt. Én amikor úgy néztelek titeket élőben, vagy a televízióban, nem sok érzelem mutatkozott meg a te arcodon. Hát a vízben nem. A vízben abszolút póker arcom volt valamiért. Tehát ott, ott nem lehetett leolvasni az arcomról, hogy most bocsánat, éppen örülök, vagy éppen mi az eredmény. Tehát ott éppen vezethettünk 10-zel, vagy éppen az ellenfél vezethetett mondjuk 4-jel vagy 5-tel, nekem az arcom az ugyanolyan volt. Ez tudatos volt? Nem. Nem, egyszerűen csak nem tudom, hogy ez miért alakult így. Valahogy akkor nagyon-nagyon koncentráltam a meccsekre. Edzésen ugyanakkor nem, tehát ott azért tudtam nyafogni, hogyha sokat kellett úszni. Kinek nyafogtál? Akkor az, hát mindenkinek? A világnak. A világon. Hát csak, hogy mindenki lássa, hogy ennyit felesleges úszni. Ennyit felesleges edzeni. Akkor, tehát valahogy mindig, ami a lelkemen volt, az abszolút kiült az arcomra, kivéve a meccseken, ott azért nagyon tudtam koncentrálni szerintem. Anyukám mindig fölvette a meccseinket, visszatekertem, megnéztem nyilván csak a saját góljaimat. Tényleg csak a sajátokat nézted? Hát, például ebben, na, ez a másik dolog, amiben hiányérzetem van, hogy ilyen szempontból
nem volt annyira profi a felfogásom, tehát inkább a rossz meccseimet kellett volna többet nézni, és azt, hogy miben tudok változtatni. És te azokat nézted, ahol lubickolhattál? Én ahol lubickoltam. Én a legszebb góljaimat visszanéztem 5-6-szor. Már a régi VHS-nek meggyűrödött ott azon a részen mindig a felvétel, ahol a gólokat lőttem. Tehát én imádtam visszanézni. Nyilván az is, mert szerettem ezt a sportot, szerettem. De akkor azt gondoltad, játékot. Hogy a kutya 700-at neki, azért baromi nagy király vagyok. Igen? Igen. Tehát nyilván szerettem azt, hogy jól játszom, és szerettem magamat visszanézni. De mai fejjel sokkal többet kihozhattam volna magamból. Ezt most komolyan mondod? Abszolút komolyan, igen. Az egyik téma az, de akkor most akkor válasz ki. Akkor ezt kiválasztom, az pedig az ennyi is elég, uh-huh. Ugyanis Šapić azt nyilatkozta rólad, ugye, valaki nem tudná, a szerbek legendája. Igen. Hihetetlen nagy játékos volt. Nem volt egy kedves ember, de nem volt olyan rossz ember. Nem? Játszottam vele 2 évet. Ugye én interjúzgattam vele, hát nem Aha. Ő volt a kedvenc interjúvalanyom. De ő azt mondta, hogy te vagy a világ legjobb vízilabdázója, egyben szerint a leglustább is, uh-huh. Erről már beszéltünk, de az úgy megütött a vagy meg szemet szúrt, hogy azt mondta, hogy szerinted te a tehetséget 60%-át adtad ki magadból. Ma már te is úgy gondolod, hogy sokkal többet hozhattál volna ki magadból. Körülbelül az a 60% az úgy rendben van szerintem. Na most azt, hogy a világ leglustábbja is egybe, azért azt nem hiszem, mert a világ leglustábbja szerintem nem tudott volna ennyi és ilyen eredményeket felmutatni. Nyilván köszönhetően a fantasztikus csapattársaimnak, de nyilván ezt úgy értette, hogy ahhoz képest, hogy milyen jó voltam, ahhoz képest nagyon lusta. Igen, de mi mindent tudtál volna még kihozni, ha nem 60, hanem 95%-ot? Sokkal több időt és energiát fordíthattam volna a saját magam képzésére. Azt, hogy még több lövésfajtát megtanuljak, azt, hogy még jobb legyen a lábtempóm, azt, hogy nem a góljaimat nézem vissza, hanem hogy védekezésben hol maradtam le egy emberről, vagy hol nem blokkoltam jól. Ugye te vagy az a vízilabdázó a világon, aki mindent megnyert, ifjúsági, junior és felnőtt szinten. Hmm. Nincs olyan cím. Mi lehet még ennél több? Tehát, hogyha nem 65, hanem, vagy nem 60, hanem 95, akkor... Eredményben nem. Eredményben nem hiszem, hogy többet elérhettem volna, de mondom, egyénileg biztos, hogy tudtam volna még jobb játékos lenni. Ezt mióta tudod? Nem tudom, ezt ugye lehet, hogy mindig is tudtam egyébként, de nyilván az ember akkor gondolkodik el ezen, amikor már nem játszik, és így visszatekint egy picit a pályafutására, és úgy van benne egy olyan érzés, hogy egy picit több, vagy picit jobb munkamorál, mondjuk az én tehetségemet, játéktudásomat mondjuk összemixelnénk mondjuk Benedek Tibornak a munkamorájával, akkor az lenne a tökéletes játékos. Na most viszont tökéletes játékos nincs, ezért nem érdemes ezen elgondolkodni, vagy gondolkodni rajta, mert azt szerintem nem lett volna korrekt a vízilabda világgal szemben. Olyan nincs. Tehát az ennek így kellett lennie. Nekem, amikor visszagondolok a pályafutásomra, akkor nem az aranyérmek jutnak eszembe, vagy nem a sikerek, hanem a csapattársaim, és hogy mi a sikereket hogy ünnepeltük, vagy hogy milyen kemény munka által jutottunk el a sikerekig, és az a nap, mint nap az edzések, hogy nincs kedvem bemenni a vízbe, mert hideg a víz, és túl vagyok egy 3,5 órás edzésen délelőtt, és tudom, hogy délután 4:30-kor megint vissza kell jönnöm egy másik 3 órás edzésre, és hogy ezeket végigélni, és hogy ezt együtt végigcsináljuk, és amikor megnyertük, és a bíró lefújta a meccset, akkor utána egymás nyakába borulni, na azok a jó pillanatok. Hiányzik is ez neked, úgy érzem. Igen, ez a része hiányzik. Hát ez pótolhatatlan. Tehát mondom, az aranyérmeimre, amik egyébként anyukámnál vannak a vitrínben, én nem tudom, egy évben talán egyszer nézek rájuk. Tehát én annyira nem kötődöm tárgyakhoz, nem kötődöm az aranyérmeimhez, nem gondolok nap, mint nap arra, hogy mit értünk el, hanem úgy gondolom, hogy ezt a népszerűséget, azt, hogy az emberek szeretnek, mert azért azt érzem, hogy nagyon sokan azért szeretnek. Mind a mai napig úgy azért esemény számban, mert ha megjelensz egy, nem tudom, egy plázában, vagy valahol?
Előfordul. Nyilván nem úgy, mint amikor mondjuk nagyon a topon voltunk népszerűségben, de abszolút még olyan emberek is, akikről nem gondolnám. Tehát tényleg egy nagyon idős bácsi volt olyan, hogy egy szegény homeless bácsi is megszólított, hogy a piros lámpánál jó napot, mester, és kért pénzt, és adtam neki. Tehát, hogy azért engem is meglep még, hogy mennyire emlékeznek az emberek. Azért ez egy fantasztikus érzés. Ez nagyon jó, és de ennek csak akkor van értelme, hogyha az ember ezt a népszerűséget ki tudja használni arra, hogy másokat inspiráljon. Egyet még hogy beszéljünk ki, meg gondoltam, ha találkozunk, és nem láttam erre való utalást, hogy ezt például megbeszéltétek volna. Ez a remegő lábak, ami a lányokra utal, mert hogy a könyvedben nagyon hosszú rész foglalkozik azzal, hogy te mennyire féltél kezdetben a lányoktól. Hogy miért volt ez neked kezdetben annyira félelmetes? Hát egy jóképű fiú voltál, akit gondolom a lányok hamar keblükre öleltek, vagy öleltek volna, és te mégis úgy szorongtál tőlük. Hát ez nem a kedvenc témám, azért azt el kell mondjam neked. Nem tudom, hát ez nyilván a habitusomból adódott. Tehát nekem kisgyerekkoromban is, talán ez is benne van a könyvben, hogy egy ilyen születésnapi bulin mindenki táncolt, akkor volt az első lassúzás, és én meg bebújtam egy asztal alá, mert egyszerűen szégyeltem, és nem akartam nekem ez. De lányokkal való táncolástól féltél? Lányokkal. Mert Michael Jackson-t azt fergetegesen adod elő egymagadba. Hát azt jó, és az nagyon jó. És azt a fiúk szerették is. Tehát azt direkt kérték nagyon sokszor. De ott mi nem bénított, ami emitt igen? Hát... Mert nekem nem tudom, mennyit kéne innom, hogy én Michael Jackson-t táncoljak, na, akár csak három. Na, én sem nyilvánosan táncolok Michael Jackson-t, tehát vagy külföldön kell lennem ahhoz, és egy külföldi diszkóban, de hát diszkóban nem is tudom, mikor voltam utoljára, vagy olyan emberek előtt, mint a csapattársaim, barátnőm, szüleim, akik előtt teljesen mindegy, nyitott könyv vagyok, tehát nem bármit csinálhatok, hülyének is nézhetnek, nem érdekel. És a fiúk előtt abszolút meg tudtam nyílni. És miután láttam, hogy sikerem is van, és én is úgy éreztem, hogy jól megy, ezért és bíztattak is, ezért abszolút önbizalmam volt, hogy csináljam. Nyilván az ellenkező nemmel pedig ember főleg fiatalon, hogyha ilyen félénk, mint én, akkor olyan kicsit gyáva. Uh-huh. Te félénk voltál? Ez volt a jó szó? Én félénk, visszahúzódó, halkszavú. Igen. Sok, mondjuk úgy, hogy a nők körében nagy népszerűségnek örvendő mai sztár mondta ezt interjúban, hogy kezdetben félénk volt, de aztán azt mondta, hogy úgy a sikerek, meg az eredmények filmen, sportpályafutása során meghozták a magabiztosságát. Ez például így szerezhető meg a te esetedben? Tehát, hogy ahogy mentél előre az életben, lettél mind népszerűbb, mind sikeresebb, ez úgy oldódik? Hát még idősödtem, azért nyilván nem maradtam gyerek, bár ezt sem mondanám, mert bizonyos szinten szerintem egy nagy gyerek vagyok még, aki azért már érett nagy gyerek. A siker nyilván olyan szempontból volt egy segítőkész, hogy az embernek nem kellett sok esetben, mondjuk kevesebbet kellett magáról beszélni, sokan már ismertek minket, ezért könnyebb volt valamilyen szinten az ismerkedés is, de nem voltam az, aki ezt úgy nagyon komolyan kihasználta volna. Tehát alapjaiban azért nekem az emberi természetem az nem változott meg azáltal, hogy sikeresek lettünk, sőt, mindig nagyon vigyáztam arra, hogy attól még ne gondoljanak egy nagyképű baromnak. De akkor, amikor nők kergetik, megvárják a háza előtt, hát azért az össze tudja zavarni egy fiatal embernek a fejét, mert hogy veled ez is megtörtént. Bombáztak téged. Hát össze is zavar sokszor, igen. Tehát azért voltak nem nagyon sok, nem tudom, nagyon sok fóbiám volt, tehát nem szerettem emberek közé menni, nem szerettem, hogyha a házam, vagy a lakásunk előtt vártak, nem szerettem túlzottan a népszerűséget, és valószínűleg ezért is, nem tudom, mindig olyan kicsit furcsának is hathattam kívülről, hogy olyan... Meg is kaptad? Tehát, hogy ezt visszahallottad? Hát igen, hogy olyan
aranyos, olyan furi, vagy nem tudom, olyan, mi baja van, vagy miért nem örül, vagy nem tudom, mert valószínűleg mindig is egy kicsit ilyen gondolkodó voltam is. És igen. De hát mindig arra próbáltam koncentrálni, hogy a játékom beszéljen helyettem is. Miközben te is milyen jól beszélsz. Régen nagyon nem szerettél interjút adni, és ahogy most készültem erre az interjúba, úgy egyre többször látom azt rajtad, hogy úgy kedved szerint van ez is, nem? Hát köszönöm, de azért szerintem még van mit fejlődnöm ebben is, mert... Miben látod? Szerintem még mindig jobban írok, mint beszélek. Hát akkor egyszer ki kell adni ezt a... Hát már kiadtam, még kevésszer. Még kevésszer, úgy értem, hogy összegyűjtve. Ja, összegyűjtve. Ez is egy cél, úgymond. Tehát csak hát azért ezt is halogatjuk még egy picit. Hát akkor azt kívánom, hogy előbb-utóbb érj el oda, hogy ne halogasd, mert így most, hogy beleolvastam egy-két írásodba, szerintem lenne azért ennek olvasó közönsége. Meg mondani való gondolat van gazdagon. Köszönöm szépen akkor. Én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.